A magyar labdarúgás története kiállítással, ahol szintén lesz egy kis szó a gombfociról, de majd meglátják. Ez következik most. Május 16-án nyílt meg a magyar labdarúgás első kiállítása, mely igazi kuriózum a futballrajongók számára, hiszen akár olyan relikviákkal is találkozhatnak, melyek most először látnak napvilágot. Éppen ezen felbuzdulva mi is ellátogattunk a művelődési központba, tárlatvezetőnk pedig Olá Tamás volt, aki nem csak a kiállítás egyik megálmodója, hanem saját gyűjteményének egy jelentős részével is hozzájárult a végeredményhez, ráadásul néhány érdekességet is elárult a kiállított tárgyakról. Ezek a válogatott mezek a 70-es, 80-es évekből valók, Nagy Imri gyűjtőnek a hagyatéka, és vagyis gyűjteménye. Neki több száz mez gyűjteménye van, ő hozzájárult ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön. Nagyon sok munkája van benne mindenkinek, hogy ezek ide kerüljenek, biztosítani kellett őket, mert elég nagy értékűek és egyediek. Milyen értékről beszélhetünk körülbelül, csak hogy a nézők így képben legyenek? Hát több 10 millió forintos értékekről beszélünk. Itt van az aranycsapatnak is hagyaték, műsorfizetek, ugye ezek 60-70 éves dolgok. Van itt egy cipőm, ami az 50-es évekből való, ezek saját dolgaim. Az IMI-nek köszönhető, hogy a világbajnokság részvételi érme is ide kerüljön, ami a berlini döntőben kapott egy-egy darabot a magyar válogatott, vagyis az aranycsapat. Akkor itt vannak Rudas Ferencnek a NB1-es érmei a 40-es évekből, 50-es évekből, ami felbecsülhetetlen értékűek. Itt is a Nagy Imre tulajdonát láthatjuk nemzeti bajnokságokból. Vannak itt zoknik is, ahogy látom. Igen, az egy válogatott zokni volt. Itt az 500. magyar válogatott mez, az is egy elég ritka darab, ő is a Nagy Imi tulajdona. Tőle kaptuk meg két sportszárral, ez a Magyarország-Ausztria meccs volt. Aha. Erre találhatók ezek a saját mezeim. Például Juhász Rolandtól az EB-n viselt mezek, dedikált labdák. Mészői Kálmánnak a meze 60. születésnapjára kapta a Magyar Labdarúgó Szövetségtől. Itt vannak válogatott táskák. Ez ezeket mikor használták? Hát 80-as évek, 90-es évek. Ezeket is úgy vásároltam az internetről, meg ismerősök által. A tárlatot tematikák szerint szervezték, így került bele például egy fradi sarok is, sőt, sokak örömére a régi, ikonikus saskavala jelmezt is kiállították. Bár felvenni sajnos nem lehet, azért egy fotóra bárki odaállhat mellé. A kiállítás különlegessége, hogy betekintést nyújt a múltba és a jelenbe is, hiszen amellett, hogy rengeteg tárgy őrzi az egykori aranycsapat emlékét, a nagy múltra visszatekintő váci futball jellegzetes relikviái is megjelennek, például Csank János egyik zakója, számtalan mez és egy legendás piros öltöny is. Láthatunk még itt egy öltönyt, ez kiemelkedik, azért elég elegáns viselet. Mit kell erről tudni, és hogy került ide a gyűjteménybe? Ezt a Hegedűs Jánostól kaptuk a kiállításra. Ő egy elég régi váci, nekem volt edző a Váci Reménységben, és ővele találkoztam a városban, hogy lesz egy ilyen kiállítás, és akkor ő mondta, hogy odaadja nekünk ezt a mezt, amit a 94-es bajnok csapat viselt, ebből azt hiszem 15-20 darab készült. Ebben ünnepelték a március 15 téren több száz ember előtt, vagy több ezer ember előtt a bajnoki címet, és akkor kidobálták, akiknek lehetett, vagy megkapták ilyen ismerősök. Ez onnan származik. A tárlat nosztalgikus élményt nyújthat a futball iránt érdeklődőknek, főként azoknak, akik végigkövették az aranycsapat vagy a váci foci legmeghatározóbb pillanatait. A szervező szerint akár órákig is lehet elemezni az egyes tárgyakat. Látogatásunkor pedig éppen egy lelkes focirajongó osztotta meg velünk saját élményeit, melyeket a kiállított erekjék idéztek fel benne. A Zakóval kapcsolatban én ott voltam a főtéren, amikor minden játékoson volt egy ilyen ünnepi zakó, és a pezsgő locsolás közben levették a zakójukat, és bedobták közénk, és egy olyan érdekes történetem, hogy előttem ketten megfogták, és hát nem sikerült eldönteni, hogy kié legyen. És akkor én elővettem
egy idő után volt egy olyan ötlet, elvettem két gyufaszálat, egy rövidebb, egy hosszút, húzatok, és aki a rövidebbet húzta, az el kellett engedje. Tehát ilyen emlékeim is vannak, ezek így előjönnek. Sokat jártunk a meccsre, sokat rukkoltunk, nagyon nagy sportélmény volt ez itt nekünk. Hát és az aranycsapat persze, meg mindennel kapcsolatban előjönnek. Én 55-ös vagyok, tehát már az aranycsapattal kapcsolatban is vannak emlékeim. Szép ez a kiállítás, örülök, hogy idejöttem, és én is fogom reklámozni, hogy mások is jöjjenek ide. Kedves nézőink, ennyi fért már a Spiritusba. A jövő héten ugyanebben az időpontban újra találkozunk. Viszontlátásra!